Tisztelt képviselőtestület! Szeretettel köszöntöm valamennyi kedves vendégünket, a Kiskunfélegyháza város történeti múltját, hagyományait ápoló, a városalapító elődeink és a mai élő polgáraink tiszteletére rendezett ünnepi képviselőtestület ülésen. Megállapítom, hogy a mai ülés határozatképes. A napirendi pontok a következő. Első napirendi pont a helyismereti vetélkedő eredményhirdetése. Második napirendi pont a városi kitüntetések átadása. Kérem a tisztelt képviselő testületet a napirendi pontokról és azok sorrendiségéről szavazni szövetségegyen kézfelemeléssel. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a képviselő testület egyhangulag a napirendi pontokat és azok sorrendiségét elfogadta. Köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait, a kiskunfavitányorakat, a kistérségi településekről érkezett vendégeinket, az egyházkerületek képviselőit, városunk díszpolgárait, testvérvárosaink képviselőit, a megjelent intézményvezetőket, civil szervezetek képviselőit, városunk fiataljait. Köszöntöm továbbá Kiskunfélegyháza polgárait, a városalapító családok leszármazottait, valamennyi kedves vendégünket. Tisztelt képviselőtestület, kedves vendégeink! Kiskunfélegyháza legnagyobb kulturális és hagyományőrző eseménye a városalapítók hete. Városunk ünnepén emlékezünk arra a történelmi dátumra, amikor a redempció engedélyező kiváltságlevelet Mária Terézia királynő a Jászkun kerület legfőbb bírájának, Magyarország nádorának, gróf Páthi Jánosnak átadta. Ez a nap 1745. május 24-e volt. 2000-től ez a nap Kiskunfélegyháza ünnepe. Ezen jeles nap tiszteletére a képviselőtestület ülést megnyitom, és átadom a szót Vargáni Rácz-Juditnak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves ünneplő közönség! A szülőföld, a város, közösségünk, ahová tartozunk. Szeretetet, tiszteletet, figyelmet érdemel tőlünk, nem csak a mában, hanem történelmében is. Ezért is olyan fontos számunkra a mai ünnep, a város alapítókra való megemlékezés. Közösségünk összetartó ereje, a kiskunfélegyháziak szülőföld iránti szeretetében tenni akarásában rejlik. Polgárainkat, vendégeinket köszönti most városunk előjárója. Felkérem Csányi József polgármester urat, tartsa meg, tisztelt képviselőtestület, kedves vendégei! Nekünk, Kiskunfélegyházi polgároknak becses hagyományként és üzenetként maradt meg az a 273 évvel ezelőtti nap, amikor 1745. május 24-én kihirdették gróf Páthi János nádor jelenlétében a redempció törvényt, melyben Mária Terézia visszaadta a nagy és kiskunok, illetve a jászok 1702-ben elvett szabadságjogait. A nap, attól a naptól önálló a Kiskun terület, melynek Kiskunfélegyháza lett a székhelye. Városunk megalapítása óta rendkívül fontos nekünk múltunk, elődeink tisztelete, ragaszkodásunk gyökereinkhez. Vasalbert így írt erről. Nézd ezt a fát! Látod a sok fa levelet rajta? Mindegyiknek, még a legkisebbnek is van mélyen lent a földben egy kis halszál gyökerecskéje, melyen élettel látja el. Ősszel lehull a fa levél, igaz, minden ősszel lehull. De annak a kis halszál gyökerecskének a jóvoltából visszatér újra minden tavasszal. Ha azonban a gyökérszál pusztul el ott a föld alatt, a levelecske nem tér vissza többé, és idő múltával elpusztul a fa is. Mert a gyökerében van az élet, érted? Aki pedig elmegy, nem viheti magával a gyökerét, és akinek nincs gyökere, az elvész. Városunk életében 1857 óta tisztelik meg az arra érdemesnek tartott személyiségeket városi kitüntetéssel. Ők azok, akik a város érdekében tett egyszeri kimagasló tettükért, vagy hosszú ideje a városért, vagy országunkért végzett kiemelkedő munkájukért elismerésben részesülnek,
és ezzel örökre beírják magukat Kiskunfélegyháza történelmében. A 161 év alatt sokakat kitüntettek, de évről évre fel tud mutatni városunk olyan értékes embereket, akik méltók a városi kitüntetésre. Ők azok, akik városunk jelképes fájának hajszálgyökerei lehetnek, a fejéltető ereje bennük rejlik, és az idő múlásával ezek a gyökerek azok, amelyek megerősítik a fát, szeretett városunkat, Kiskunfélegyházát. Köszönettel tartozom hát önöknek, akiket ma a város kitüntetésben részesít, mert mindannyian megalkovást nem ismerő elszántsággal, a város alapító hitében, az itt élőkért dolgoznak, tevékenykednek. A közösség csak így tudja kifejezni elismerésüket tevékenység iránt. Vigyék messze ennek a városnak hírét, de továbbra is tevékenjenek érettünk. Köszönöm szépen. Kedves vendégeink, tisztelt ünneplő közönség! Hagyományainkhoz híve most a helyismereti vetélkedő díjkiosztása következik. A 2018 tavaszán indult 14. helyismereti vetélkedő témája Petőfi, a halhatatlan dalnok és Félegyháza az 1848-49-es szabadságharc idején. A 2018-19-es év Petőfi emlékét is Félegyházán. Petőfi Sándor városunk nagy büszkesége, aki nem csak műveivel, hanem törekvéseivel vált azzá a nagy emberré, akit az egész világ elismer. Ebben az esztendőben szerettük volna elérni, hogy a diákok megismerhessék a helyi épületeket, utcákat, eseményeket, amelyek valamely formában Petőfihez és az 1848-49-es forradalom és szabadságharchoz kapcsolódnak. A verseny szervezője a Kiskun Múzeum és a Petőfi Sándor Városi Könyvtár volt, de mellettünk a Magyar Nemzeti Levéltár Kiskunfélegyházi részlege, a Móra Ferenc Művelődési Központ, a Szakmaközi Művelődési Ház, a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal és a Kiskun Múzeum baráti köre segítette a vetélkedő megvalósítását. A vetélkedő főszervezői Samu Csilla, a Kiskun Múzeum múzeumpedagógusa és Seles Judit, a Petőfi Sándor Városi Könyvtár könyvtárosa volt. Három korcsoportban 127 csapat, összesen 381 diákkal vett részt a márciusban kezdődött kétfordulós versenyen. Felkérem Csányi József polgármester urat és Samu Csillát, a Kiskun Múzeum múzeumpedagógusát a díjak átadására. A vetélkedő összesített eredményében harmadik helyezést elért csapatok tagjai. 5-6. Osztályosok között Bodor Virág, Csontos Dóra, Kis Virág, a Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola, Platán utcai tagintézmény, tanulói, felkészítő tanár, Tarjányi Szénia.
Kemper Zsuzsanna, Fricska Balázs, a Dózsa György általános iskola tanulói, felkészítő tanár, szintén Rózdik Márta. Középiskolások között Némedi Varga Norbert, Kerekes Kitti, Fábián Vivien, a Móra Ferenc gimnázium tanulói, felkészítő tanárok Kisné Fekete Ilona. És az első helyezést elért csapatok tagjai 5.-6. osztályosok között Benő Panka, Csekje Balázs, Varga Márk Roland, a Konstantinum Katolikus Óvoda Általános Iskola Gimnázium, Szakgimnázium, Kollégium, Móra Ferenc Általános Iskola tanulói, felkészítő tanárok Fazekas Anita. Első helyezést ért el 7.-8. osztályos korosztályban Fábián Evelin, Kurucsai Réka, Szekeres Zsófia, Dózsa György általános iskola tanulói, felkészítő tanár Cigányné Forgó Zsuzsanna. És első helyezést ért el középiskolások között Cirkó Vivien, Győri Fanni, Sánta Márk, a Móra Ferenc gimnázium tanulói, felkészítő tanár dr. Szabó Gyuláné Matyó Katalin. Ünnepségünk melkép pillanatához érkeztünk. A következő percekben azokat köszönhetjük, akik Kiskunfél Egyházáért, annak ifjúságáért és az idősebbekért, a közjóért, az emberek boldogulásáért, fejlődéséért, polgáraink egészségéért a legtöbbet tették, munkájukkal gyarapították közösségünk értékeit. Önkormányzatunk kitüntetéseinek átadása következik. Felkérem Csányi József polgármester urat az elismerések átadására. Kérem, hogy a kitüntetett személy szólításkor fáradjon az asztalhoz. És tisztelettel felkérem a polgármester urakat is, hogy szíves legyenek kifáradni. Kiskunfél Egyháza város önkormányzatának képviselő testülete a 10/2016 4. hó 1-jei önkormányzati rendelete alapján a 2018. március 29-i ülésén hozott 85/2018 március 29-i számú önkormányzati határozatával Hajabos Gyula kerületi esperes plébános részére a Szent István templom hívő közösségének lelki fejlődéséért végzett több évtizedes áldozatos munkájáért, szervező tevékenységéért, Kiskunfél Egyházáért kitüntető címet adományoz. Testület Mészáros Márta, néprajzos muzeológus, múzeumigazgató részére
Városunk kulturális és muzeális értékei gyarapító tevékenységéért, a Petőfi kultusz helyi és határon átívelő terjesztéséért, Petőfi emlékére kitüntető díjat adományoz. Köszönöm szépen, hogy méltónak tartott erre, és bár tudom, hogy még azért nincs vége ennek az útnak, és nagyon sokat elnivaló, de nagyon-nagyon szépen köszönöm. És az a javaslattevő, aki ezt a kitüntető címre való felterjesztést megtette, az kimondottan fontos személy a számomra, hogy ő ezt megtette, hogy nagyon-nagyon szépen köszönöm. Szeretném megköszönni a képviselőtestületnek, hogy elfogadta a javaslattételt, és szintén méltónak tartott erre a kitüntető címre. Én nagyon jól tudom, hogy ez egy nagyon magas elismerés a város kitüntető címei között. Épp ezért nagyon örülök neki, de rettentően meglepett, és első tájékoztatás alkalmában nem is tudtam, hogy mit kezdjek vele. Úgy gondoltam, hogy nem vagyok még méltó erre, hiszen azért a Petőfi emlékére ez nagyon sokat kell tenni, én úgy gondolom. De én nagyon szerencsés helyzetben vagyok azzal, hogy egyrészt a múzeumban dolgozhatom, és a múzeum egy olyan háttér és lehetőség számomra, amelyben teljesen kiteljesedhetek. Ahhoz, hogy ezt megtegyem, ahhoz természetesen olyan fenntartói háttérnek is kell lenni, illetve olyan kollégáknak, akikkel együtt tudok dolgozni, és valóban ezt a kultuszámolást, illetve a Félegyházak múltjának kutatását és megismerését megtehetem. És hát természetesen a fenntartó is a munkatársak mellett nagyon sokkal tartozom a családomnak, akik viselik és elviselik, és támogató hátteret nyújtanak azoknak a szeretteimnek, akik akár a holdponton is átbillentenek, mert azért azt szeretném hozzátenni, hogy nekem nagyon nagy küzdelmeim voltak a Petőfi kultusszal és a Petőfi kultusz ápolással, de én úgy gondolom, hogy most már a helyére került, és én úgy gondolom, hogy olyan feladatokat tudunk végrehajtani, és olyan segítséggel tudjuk végrehajtani, amilyen méltó. Úgyhogy még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm a felterjesztőknek, a képviselőtestületnek, és mindenkinek, aki segíti és támogatja a munkámat. Köszönöm szépen! Gál Ernő, Segesfelváros nyugalmazott önkormányzati képviselője részére, a határon túli magyar nemzeti örökség lelkiismeretes őrzéséért, Segesvár és Kiskunfélegyháza települések testvérvárosi kapcsolatának aktív ápolásáért, Kiskunfélegyháza város tiszteletbeli polgára kitüntető díjat adományoz. Az oklevelet átveszi Tóth Tivadar, Segesvár alpolgármestere. Félegyháza, testvérváros. Az abból is látszik, hogy
én személyesen ragaszkodtam ahhoz, hogy akkor a magyar állampolgársági esőtételt itt tegyem meg Félegyházán családommal együtt. Azért, mert a félegyházi közösség és félegyházi város egy különleges helyet foglal el a mi szívünkben. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a mester úrnak, a testületnek és mindazoknak, akik ezt a díjat felterjesztették és támogatták. Köszönöm szépen. A képviselőtestület Fazekas József Endre középiskolai tanár részére 4 évtizede végzett kimagasló pedagógusi munkájáért, a gyermekek iránt tanúsított szeretetéért, Kiskun Félegyházaváros ifjúságának nevelésért kitüntető díjat adományozunk. Alkotótársai támogatásáért,
a város képzőművészeti életében magas szinten betöltött aktív szerepéért, Kiskunfél Egyháza város művészeti tevékenységéért kitüntető díjat adományoz. Köszönöm.
magas színvonalú tanító nevelő munkájáért, tehetségomozó tevékenységéért, önzetlen gyermek szeretetéért, Kiskunfél Egyházaváros képviselő testülete elismerő oklevelét adom. Kiskunfél Egyházaváros képviselő testülete elismerő oklevelét adományoz.
képviselő testület Nagy György nyugdíjas klubvezető részére több évtizedes aktív, a sakk sport terén kifejtett segítő munkájáért, versenyek és foglalkozások lelkiismerete szervezéséért Kiskun Nyíregyházaváros képviselő testülete elismerő oklevelét adományozta. Valamint szakmári dalok szólalnak meg. Fogadjátok ezt!